A magyar jazz vérbeli veterán különutasa. A szabad zene egyik legkülönlegesebb zeneszerzője és előadója. Első zenekara a Machina Jazz csoport volt, majd következett a Dress Quartetben eltöltött 10 év. Játszott a Makuszban, mestere Szabados György zenekarában is, akinek szellemi és zenei hagyatékát ma szinte egyedüliként viszi tovább. Mindeközben 1984-ben megalapította a külföldön is nevet szerzett saját formációját, a Grencsó kollektívát. Tavaly kiadott Síkvidék című lemezük elnyerte a Gramofon díjat, mint az év magyar jazz lemeze. Azóta megjelent a Szabados György kompozícióit tartalmazó dupla CD a Derengés, ami unikum a maga nemében, és a kollektívával létrehozta nyári szabad zenei műhelyét fiatal muzsikusok számára. A kult.hu vendége Grencsó István zenész.